54 település fog tájékoztatást kapni a jövőbeli irányvonalról. Egyik legfontosabb állomásához, a kaposvári kistérséghez érkezett a megyejárás. Gelencsér Attila a megyeszékely agglomerációjában lévő települések vezetőinek beszélt az elmúlt évek beruházásairól és a megyei önkormányzat új területfejlesztési feladatairól. A közgyűlési elnök hangsúlyozta, a jövőben az összefogásban kell gondolkodni. Sajnos 22 éven keresztül lyukasak voltak a megyék, a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok tulajdonképpen egymástól elszigetelten tették a dolgokat. Az új helyzet, az új önkormányzati törvény ezt is kigyógyította. Most ugyanis már országszerte kapcsolat van a két önkormányzat között, tette hozzá Gelencsér Attila. Az elnök partnerséget kért a kistérség 54 polgármesterétől, hogy a somogyi emberek igényeit és szükségleteit kielégítő megyei területfejlesztési koncepciót tudjanak letenni a kormány asztalára. Ötletekre, a somogyi tudásra, a somogyi kreativitásra van szükség, egy közösségi jövőformálásra, amikor is kitaláljuk mi itt azt, hogy milyen Kaposvárt és milyen Kaposvár környéki településeket szeretnénk 2020-ban látni. A megyei területfejlesztési célok Magyarország új fejlesztési tervében megfogalmazva Brüsszelbe kerülnek majd, ezért fontos, hogy a következő 2014-ben kezdődő Európai Uniós ciklusban már a valódi igényekre érkezzen forrás, hívta fel a figyelmet Gelencsér Attila.